Következő híradásunkat Kunmadaras polgármesterével készített interjúnkkal folytatjuk. Mai vendégünk Balog Marianna, Kunmadaras polgármestere. Üdvözlöm, polgármester asszonyt, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit! Milyen célkitűzésekkel, feladatokkal indult a 2020-as év? 2020 Kunmadaras számára is egy kihívásokkal teli év volt. A mindennapi feladatainkon túl természetesen az önkormányzat is mindent megtett az emberek egészségének a megőrzése érdekében. Több alkalommal sajnos a költségvetésünket ugye a vírushelyzethez kellett igazítani. Jó néhány alkalommal az önkormányzat biztosított a lakosoknak ingyenesen szájmaszkokat, és több alkalommal fertőtlenítettük a közterületeinket is. Körülbelül egy éve, amikor a képviselőtestület elfogadta a 2020. évi költségvetését, akkor kifejtette azt a szándékát, hogy minden pályázatunkat 2020-ban megkívánunk valósítani. Ezzel nagy feladatot vállaltunk magunkra, de örömmel mondhatom, hogy minden pályázatunkat befejeztünk az elmúlt évben, és így 600 millió forint értékben valósultak meg beruházások. Ennek az egyik talán leglátványosabb eleme, hogy közel másfél kilométer hosszan építettünk egy kerékpárutat, több mint 4 kilométer hosszúságban felújítottunk egy külterületi utat, és itt szeretném is megköszönni azoknak a gazdáknak, gazdálkodó szervezeteknek a hozzájárulását, akik segítettek bennünket ennek a projektnek a végrehajtásában. Felújítottuk a fogorvosi rendelőt és a védőnői szolgálatunkat, illetve elkészült az ipari parkos beruházásunk, ez a repülőtér egyes kapujánál. Hát sajnos rendezvényeink elmaradtak az elmúlt évben, de bízom benne, hogy 2021-ben visszaáll a régi rend, és tervezhetjük a nagy rendezvényeinket is. Melyek azok az elképzelések, feladatok, amelyek ebben az évben, 2021-ben megvalósításra várnak, amelyeket célul tűzött ki Kunmadaras? 2021-ben is vannak már folyamatban lévő pályázataink. Ugye már most 2-3 éve folyamatban van az egész települést átható szennyvízberuházás. Itt még 3 átemelőt kell a vállalkozónak felújítania, és akkor várhatóan a nyár folyamán indulhatnak meg a lakossági rákötések. Van egy EFOP-os pályázatunk, amelynek keretében belül az idén szeretnénk 6 önkormányzati bérlakást felújítani, és a település központjában egy közösségi teret kialakítani. Az elmúlt év folyamán nyertünk el topos pályázat keretében egy új gyermekjóléti szolgált építésére is pályázatot, és ezt is nagyon szeretnénk az idén megvalósítani, hogy egy tényleg korszerű, új, szép épületbe kerülhessen a gyermekjóléti szolgáltunk, illetve forrás kell, arra kerestünk, hogy a belterületi útjainkat karban tudjuk tartani, és elinduljon ez a vonal, hogy fel tudjuk újítani az útjainkat. És a repülőtéret illetően pedig azon vagyunk, hogy az ipari parkos beruházásunkat tudjuk bővíteni. Hála Istennek több befektetői érdeklődés van a repülőteret illetően. Illetve nagyon jó lenne, ha a vírushelyzet engedni, úgy alakulna, hogy a madarasok találkozóját meg tudjuk szervezni az idén, ez a 15. lenne, és pont Kunmadaras adna helyet neki. A következő pályázati ciklusban mi az, amit mindenféleképpen vírus ellenére, illetőleg attól függően, hogy alakul a helyzet? Ipari parkos pályázatot mindenképpen szeretnénk még pályázni. Amit említettem, a belterületi utak felújítása nagyon fontos feladat. Van még néhány önkormányzati intézményünk, amelyek energetikailag nem lettek még korszerűsítve, úgyhogy sok feladat áll még Kunmadaras előtt, amit jó volna megvalósítani. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is.